Gánszemispuche, van egy ilyen jól bevált jídis kifejezésünk, amely a mai napig állandóan testet tölt a mi körünkben, és hát ez az, ami erőt ad, és az elődeink bölcsességét. Kérlek, mesélj nekünk egy picit a te családodról. Hát ha találkozol egy zsidó emberrel csak úgy, semmiből, és egy készfogás, elkezded azt a dolgodat, hogy valamit megtudjál abban, arról az emberről, akivel találkozok, beszélgetsz, megkérdezem a családját. Ki volt, mi volt, a Mispohe való, az annál nincs érdekesebb és fontosabb. És nem is hiszem, hogy ennél leülsz, minap történt velem, hogy valaki elkezdte a saját családfáját nekem térképezni. Elképesztő, hogy mit vegyünk ki egy egyszerű ember családfájára. Ide ment, oda. Most amit engem illet, minden Kárpátalján kezdődött. Természetesen még az 1800-al kezdődő századról van szó. Az egy nagyon jó zsidó telemény volt ez a Kárpátalja, de minden bele tartozott. Munkács, Belegszász és így tovább. Az én őseim, apai őseim faluja Szeredvinje volt. Kiérteni is nehéz, ma már nem is tudják, hogy ez megváltozott rengeteg. Annyi ország volt ez a Szeredvinje, mert volt Ukrajna, volt Oroszország, volt Csehország, volt Szlovákia, még talán Románia is volt egy időben, amikor a románok erre-arra kalandoztak, de ez már a 19. század. Amikor bejöttünk a 20. századba, akkor az én rokonaim érdekes módon a dél mamáknak körül 8-10 gyerekünk volt abban az időben. Ez azt mindenki tudja a saját familiájából, én magam is, az én apámnak is már 80 voltak. Ez már egy csökkenő tendencia, de még volt egy kicsit följebb, egy generáció, akkor többet. Most ezek megnősültek, férjhez mentek, hát nyilvánvaló, hogy a család kiteljesedett. Az én apai családom egyébként Braunok voltak a kerességben, és semmit nem jelent, nem is igyekezték a nevüket, mert Bromnak mondták, annak volt egy szlávosabb hangzata, a Bromnak. A Brom német nélkül is, de nekik nem német volt, egy ilyen oroszos vagy elszlávosodott nevük, Brom. És így hívták őket. És ezek a Bromok most nem tudom, hogy kik mentek férjhez, kik nősültek meg, kit hoztak be a családba, de azt tudom, hogy a nagyapám, akit én még személyesen ismerhettem, de csak egy picit, a nagyapám 36-ban halt meg, tehát egy tized másodpercnyi idővel még érintkeztem velük, inkább szellemileg, nincs sem testileg. Ő elment a 900, még épp a századforduló utáni időben, fogta magát és elment Amerikába. Onnan Kárpátaljáról. Miért ment el oda? Volt neki egy közelebbi unoka testvére, aki édesebb unoka testvére volt. Ezt úgy hívták, hogy a Braunok miatt talán egy közeliség, a Bróbia. Ők is valahonnan a lengyel-orosz területről jöttek Kárpátaljára, és onnan mentek el. És ez a rokoni szál beleértve a cukorokkal, mert azok, képzeljünk el egy telemény, mint nem akarom ezt mondani, mint most a, egy rokoni banda volt. Édes unokatestvérek, második unokatestvérek, ezek Amerika. Amerikában két komoly pali ment el, az egyik elment a cukor Adolf, aki pillanatokon belül nagyon ügyes ember volt. Először Amerikában azzal foglalkozott, hogy Kárpátalján. Üzlet, kis pénz, kis haszon, kis jövés-menés, ez volt a fő malu. És a következő lépés, hogy kölcsönzéssel, mikor valamit megszerzett, ötök ki kölcsönözte, tipikus kárpátaljai, ilyen zsikokszal, ilyen, hogy hívták ezeket? Házalmas tulajdonképpen az, kis üzlet, kis. És ez volt. Most a Cukor Adolf, amikor már picit jobban ment, akkor
kitalálta magának, hogy csinál egy ilyen közösségi bizniszt, de valamit úgy, hogy megvesznek tőle, mint szolgáltatás. És akkor jött be a film. Olyan fiatal volt a film, hogy még nem volt semmi. Abszolút nulláról indult, vagy nulla után kezdődött. És volt egy helysége, egy terme, és ott mozit kezdett csinálni. De csak vetített. De ez az üzlet hosszú ideig még nem fordult nyereségesre. Éppen, hogy valahogy tartotta magát. És akkor a Cukor Adolfnak az jutott az eszébe, hogy mi lenne, ha ezt fölmerítem. Fogalmam nem volt, hogy ezt hogy kell hozzá. Olvasott meg azért az amerikai újságok figyeltek, például a Lumière testvérek franciaországi tevék, közölték. És aki ezt értő módon olvasta, hogy különös agyvelővel, azt tudta folytatni a maga szempontjából. Azt tényleg, hogy az én nagyapám irigykedve nézte az édes unokatestvéremnek üzleti sikereit, neki ez nem ment. Ő azt csinálta, amit tanult a lakásába, odahoz a Kárpátalján, szabó volt. Csak szabó. De az, hogy egy nagyobb tételbe csináljon, ezt eszébe nem jutott. Nem ment a távlata többre, mint csinálni a foltozó szabó, ezt úgy hívták az akkori időben, ezt csináltam. Hát ebből nem sokat tudhat keresni. De minden esetre Amerikába élt, amennyit én még erről a dologról, a családi hagyományból tudok, elköltözött abból a városkából, a városból, ahol élt, ez Los Angeles volt egyébként, tehát a Cukor Adolfnak az első telephelye, San Francisco, Los Angeles környéke volt, és ő följebb ment a nagypapa egy bányász vidékre. Akkor voltak a nagy bányák az Egyesült Államokban, arany kincsek utáni rohanásban, és ő a bányászoknak vart különböző dolgokat. Mondjuk a modern emberként fogalmaznám meg, hogy nagyon előre haladott pályát rajzolt magának, akkor volt a Lee Farmer divatban. És ő cejg nadrág, ő nem tudta, hogy ez micsoda, vitorlavászomból csinált volt nadrág. És ez volt az ő fő keresete. Miért tudom ezt? Mert volt még egy Tóth Komlósi ügy ebben a történetben. Találkozott Tóth Komlósi szlovák asszonyokkal. Nagypapa nem volt Tóth Komlósi, soha éves. Tudom, mi ez a Tóth Komlósi? Kárpátalja, azt tudja. De ez a nő, ez bizony egy szép kislány volt, rátermett kislány volt, nem volt kislány, szlovák lány volt. Valami kis szerelemke szövődhetett a nagypapa és a szlovák lány között. Ennek csak egy későbbi időpontból kaptunk egy családi visszacsatolást, mert a nő egy pár év múlva visszaköltözött Magyarországra. Akik Amerikából jöttek, ott nagyon más viszonyok voltak pénzben is, mindig hoztak mondjuk egy háznyi vagyont magukkal, mert ez volt a cél. Ők nem földet vettek, házat vettek. És az amerikai nő hozott valami lóvét magával, hozott biztos egy férjet is, aki már nem játszik ebben a történetben. Megjelent. Ennek ellenére a nagypapa Tóth Komlósra költözését emiatt a szerelmi szál miatt én valószínűleg nem tartom, mert semmi ok nem volt, mondjuk azon kívül, hogy a ukrajnai vagy a kárpátaljai zsidók megtanultak valamilyen szlávjelben, ez biztos. És a Tóth nővel való kapcsolata nyilván mindenhez, hogy volt egy nyelvtudása. Nagypapa megérkezett, mondjuk ez volt 900-as legelején, tehát még nem fordult 910-re a dolog, még előtte volt, megjelent Tóth Komlósi. Ott le is telepedett. De Amerikát ő akkor megszakította, elbúcsúzott bizonyára, okozott és hazajött Magyarországon. És itt letelepedett, nyitott is valami kis üzletet, és ott próbált megélni. Na most, mit tesz Isten?
megnősült és elvette a nagyanyám. A feleség, az irendes jó szidóasszony volt, és jöttek a gyerekek. Először megszületett 4 gyerek, de kiderült, hogy nem megy a pénzügyileg a bolt, nem tudja lebonyolítani. Ez neki nem volt elég ahhoz, hogy ennyi gyereket el tudjam tartani. Írtak unokatestvérnek, hogy gyere lesz. Akkor már a cukorgróf izmosan tevékenységet folytatott. Azt írta természetesen az ő rokonának, aki elhagyta őt, hogy gyere vissza. És a nagypapa újra elment Amerikába. Ez egy nagyon bonyolult dolog volt akkor Amerikában, mert már az, hogy Magyarországról elmenni Hamburgba, az is nehéz pénzügyileg is lebonyolítani, komoly dolog volt. Hamburg nemzetközi hajójegy, Amerika. Újra átszerte az ország. Ez volt talán 6-ban, a második jelenetben, 6 vagy 7-ben. Miért? Mert a gyerekek, akik már megszülettek, azok itthon voltak és cseperedtek, és volt egy nagy szünet a gyerekáldásban is. Épp átnéztük a minap a rokonságomat, hogy volt egy fiú, volt egy lány, ezek ott az idősebbek, és akkor volt még egy fiú. És akkor utána szünet, és akkor jöttek későbbi időben a következő. Összesen 8-an. És mind életben is maradt, szóval remek géneket hordoztak, működtek rendesen. Nagypapa visszament Amerikában. Ismét nem sikerült neki az amerikai állam és a nagy biznisz. Szabó ugyanazt csinálta. Kis ember volt, pitje. Nem volt nyelvi ok. Abban az időben a két tengerparti térségben a jiddis nyelven tökéletesen tudott mindenki érvényesülni. Aki megtanult angolul, megtanult. De nem, az érintkezés egymást közül jiddis volt. Úgyhogy ezt csinálta, és ott élt kicsi pénzekben. Majd, amikor visszajött, az már 1912-ben megérkezett, és szépen újra elmegy. Volt felesé, meg a gyerekeket, megverte őket, már nagyon nagy volt. A Misa biztos nagyon volt. Rólatok szerintem egyébként a Komlósi Tórában is szerepelt. Misa nagybátyám, úgyhogy ez szerezd elő a Komlósi Tórát. Ezt mondtam most a hajlikán, olvastam, azért mondtam, hogy ismerős a Misa tőle. Szerepelt benne, ő volt a legélet, nem volt se életre, ahol ez hazugság. Nem működött. Majd megszületett az apám, és még az apám után még 2 gyerek született. Azok már fiatalok voltak a második világháborúnál, de is ütték őket munkaszolgált mindenkinek. Még a kicsit idősebbek, azok magyarországi munkatáborba kerültek, és nagyjából életben is maradtak. Úgyhogy ennyit tudok. Most én egy dolgot még, és befejezésül ezt fogom elmondani. Vége volt mindennek, és mi hazajöttünk a deportálásból. Egy kínos és nehéz deportálási időnk volt, mert a magyarországi gettók után elvittek bennünket Ausztriába. Majd Ausztriából elmentünk egészen Németországig. És ott Bergen-Belsen így hívták azt a német náci tábort, ahol hosszabban időztünk. De hazajöttünk életben. És az apám a következőre gondolt. A lakásunkat kirabolták. Mindent, ami a házunkban, ahol mi lakunk volt, elmentek. Fényképek nem maradtak, annyira eltüzelték. Elhagyottak. Mi a háború után szedtük össze a családi fényképeket másoktól, másolatoktól. Szóval végül is ez volt az egyetlen identitásunk. De a papa leült és írt egy levelet a Cukoradolfnak. Ez 45-46 fordulóján volt. Szóval drága Dolfi bácsi, meg vagyunk, átértük, itt voltunk, ott voltunk, borzasztó, kirabolás, szóval tedd meg a küld egy kis pénzt. Tudod, én vagyok az a kisgyerek, aki mikor először voltál vissza nálunk, akkor én még ülhettem a te térdelen. Akkor még pici volt az apám, aki 4-ben született, tehát akkor itt az utolsó volt, hogy már nem tettek az. Újra. Cukor Adolf nem válaszolt. Soha egy betűt nem
Apám betege volt, mindig várta, hogy akkor most jön a pénz, most jön a segítség. És beteg volt az apám, tehát nem volt fizikailag alkalmas arra, hogy pénzedet keresem, és azért várta ezt a segítséget, hogy Cugorodó, aki akkor már világhírű pali volt, filmjei voltak, és már jelentékeny anyagi vagyon fölött bírt. Paramount Studios hozta a lóvét, akkor még jól ment a Paramount, és aztán később nem ment. Nagyon jól, el is adta egyébként, ő maga a biznisz. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem válaszolt. Az apám belebetegedett. Még tett egy ráadást. A levelet egyébként hívni sem írta. Én azt mondtam, amikor már fölnőttem, gyerek voltam, hogy apa, egy milliómos embernek titkársága van. Ő nem maga mondja a levelet, oldal. Egy titkár, elmondja, csinál egy összefoglalót, és akkor valami. Hát, jiddis levelet, akkor már Amerikában mindenki jól beszélt angolul, már több nemzetékkel beszélt. Tehát nem tudták el, őket egy jiddis. Nem tudták elolvasni, és nem értették meg, hogy itt miről van. Úgy hívják, hogy snorraló levelet, vagy ilyen kolduló levelet, az elképzelhetetlen volt. Vigasztaltam az apámat, hogy a végén belenyugodott. És a poénja bele... A Cugorodónak volt egy névrokona, George Cukor. Nem úgy írta a nevét. Nem úgy írta a nevét. George Cukor is filmes volt, ennyi kapcsolat volt köztük, de ő máshol született, máshol élt, Magyarországon úgy értem. És Cukor George, az is komoly ember volt. Nem üzletelt a Cukor Adolfal, még amikor árulták a Paramountot, akkor se ő vette meg. Elmúlik egy újabb idő, semmi. Én abba is hagytam egyébként a Cukor Adolf rokonsággal való, még véletlenül is törtem, találkoztam az életemben a Cukor családdal. Van egy kalandos zsidó ember, a zsidó hitközségen dolgozott évekig, úgy hívták, ilyen jogi muki volt, hogy a jogi osztálynak a vezetője. Ő egyszer jön, azt mondja, figyelj ide, ő is keresett valami rokoni dolgot, és megtalálta Adolf Cukort. Azt mondja, figyelj ide, az én nagybátyám, fölmen a nagybátyának, abból származik, egy generációval fönteli része, ővé volt a MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. A három gyerekből melyik volt a, azt hiszem, a Goldwyn volt az ő rokonságában. Tehát a Metro-Goldwyn-Mayerből a egyik volt a milliómos. És azt mondja, ő abból írt egy, és ide is adta nekem, olyannyira, hogy meg is jelentettem, én küldtem el az Élet és Irodalomba, és meg is jelentett ez a családfája. Abból se lett semmi, mint egy zenétből se lett semmi. Annyi, amennyi fönnmaradt, hogy néha még elmesélem, bennem él azért, hogy van egy ilyen rokonom. Én nem vagyok filmes, talán írtam egy-két filmet az életemben, már sztori, de lehet, hogy fognak valamiért művemből csinálni filmet az életben, ezt nem tudom. Több nem említünk a Metro Goldwyn-Mayer vagy a Cukor Adolf nyomára, azt én is írnám. Hát ennyit tudok a családból elmondani. A végén ugyanaz, mint az eleje. Egy zsidó embernél a saját családjánál nincs érdekesebb, csak a Tóra érdekesebb, a szolgbiztos, ugyanaz egyébként a séma tökéletesen. Ezt a sémát tudom én is a saját familiámból felmutatni. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Köszönöm szépen.